2010-ben sok más szabolcsi településsel együtt Balkányt is sújtotta a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék. Ez pedig rámutatott a város kritikus hiányosságaira. Hasonló esetben ma már Balkán 80%-a biztonságban lenne a nemrég kiépített belvízelvezető rendszer két szakaszának köszönhetően. Itt, ahol most állunk, itt 2010-ben és utána is homokzsákoltunk. Itt, ha egy nagy eső esett, a lakásokba, udvarokba, pincékbe, ott állt a víz. Ma már ez elképzelhetetlen, mert megépült az új csapadékvízelvezető. Bonyolította a helyzetet, hogy vasúton keresztül kellett átfúrni. Ez a tervezésnél, illetve a kivitelezésnél komoly gondokat okozott, de megcsináltuk. Megvalósítottuk, itt van, készen van Balkány, most már nyugodtan, ezen a részen nyugodtan tud csapadék mentesen közlekedni. És nem ez volt az egyetlen beruházás, amely a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósult meg Balkányban. Itt Balkányban 5 ilyen területfejlesztési operatív programbeli pályázat létesült. Elsősorban gondolok itt a Bölcsődére, a csapadékvízhálózat képítésére, épületenergetikai korszerűsítésre, identitás pályázatot is megvalósított az önkormányzat Kállósemjénnel egyetemben. Ez közel 1,3 milliárd forintos fejlesztés jelentett Balkány életében. Bár mind fontos beruházás a városlakók komfortérzetének javítása érdekében, a belvíz elvezetés mégis kulcskérdés volt. Erre az utóbbi években vármegye szerte nagy figyelmet fordítottak az önkormányzatok. Valamikor nagyon sok a csapadék, valamikor nagyon kevés, ebből következik az, hogy azt a csapadékot, ami van, időnként nagyon gyorsan és nagy mennyiségben lehullva, azt meg kell tartanunk, minél inkább a települések határában. Erre szolgál egy nagy program, egy nagy vizes program, 23 milliárd forint értékben elkezdődött ennek a tervezése, és remélhetőleg a közeljövőben a kivitelezése is. Ez egy 23 milliárdos program, az a célozza, hogy a Tiszából a nyírség vízválasztójára vezessünk vizet, és azokat a korábban meglévő árkokat, vízfolyásokat, víz által járt területeket újra revitalizáljuk és visszaadjuk a víznek, ami a 19. század elején a folyószabályozások előtt jellemezte ezt a vármegyét is. A rendszer nem csak elvezeti a csapadékvizet, de meg is tartja. Ez a módszer pedig fontos lépcső a vidék felzárkóztatása szempontjából. Hasonló célt szolgál például a Magyar Falu program is, amelyet a kormány 2018-ban indított. Azt kellett elérni, hogy ne költözzenek be az emberek a kis településekről, ezért indította a kormány ugye a Magyar Falu programot. Sok olyan fejlesztést megvalósítottunk, amivel élhetőbbé tettük, minőségi életet élhetőbbé tettük ezeket a kis településeket, és emellett a területi operatív programokból pedig a kormányzat olyan programokat indított, ami még egy picit nagyobb településekre, vagy egy nagyobb léptékű fejlesztéseket tett lehetővé. És többek között ez a ma átadott csapadékvízelvezető rendszer is egy közel 200 millió forintos ilyen beruházás, amivel egyébként a településeken az épített környezetet és a mezőgazdasági környezetet is tudjuk óvni, védeni. És számos olyan top plusz pályázat van, amelyet már elnyert Balkány. Csak külterületi utak felújítására 200 millió forintot nyert a város. Emellett épületek hőszigetelésére, nyílászáró cserére, sportpálya felújításra, új bölcsődei csoportszapa kialakítására és a Szakoly felé vezető kerékpárút megépítésére is lesz forrás.